Brandon Lee, a harcművészeti legenda, Bruce Lee fia, 1965. február 1-én született Kaliforniában. A családjában gyökerező harcművészeti hagyományok és a filmvilág iránti szenvedély korán megpecsételte az életútját. Már fiatalon vonzotta a kamera és az akciófilmek világa, és apja örökségét továbbvíve határozottan elindult a színészi pályán. Lee színészi karrierje az 1980-as évek végén kezdődött kisebb televíziós szerepekkel és B-kategóriás filmekkel. Az igazi áttörést az 1992-ben bemutatott Mint a tűz című film hozta meg számára, ahol tehetsége és harcművészeti képességei egyaránt kibontakoztak. Lee kitartóan dolgozott, hogy ne csak Bruce Lee fiaként, hanem önálló színészként is elismerést szerezzen. A film sikere révén Brandon végre saját jogán is elismerést nyert. Az élete azonban nem volt mentes a kihívásoktól. Karrierje során folyamatosan küzdött az apja árnyékában való létezéssel és az ebből fakadó nyomással. Emellett számos szereplő válogatáson kellett bizonyítania, hogy tehetsége és karizmatikus jelenléte révén méltó a saját sikerére. A színészi pálya mellett Brandon magánélete is fontos szerepet játszott. Hosszú távú párkapcsolatban élt Eliza Huttonnel, akivel 1993-ban terveztek összeházasodni. Barátai és családja szerint Lee kedves, szerény és elkötelezett fiatalember volt, aki mély szeretettel viseltetett szerettei iránt. A magánéleti boldogság azonban tragikus véget ért, amikor Lee a Holló című film forgatásán halálos balesetet szenvedett. 1993. március 31-én a Holló egyik jelenetének forgatása során Michael Massey színész karakterének egy pisztollyal kellett rálőnie Brandon Lee-re, aki a főszereplőt alakította. A forgatáson a fegyvert korábban éles lőszerrel töltötték meg a realisztikus hatás érdekében, majd a golyókat eltávolították, de egy töltény hüvelye véletlenül a csőben maradt. Amikor a jelenet során vaklőszert használtak, az így keletkezett robbanás kilőtte a csőben maradt töltény hüvelyét, amely halálosan megsebesítette a színészt. Brandon Lee azonnal összeesett, és bár az orvosi csapat gyorsan a helyszínre érkezett, súlyos belső sérüléseket szenvedett. Azonnal a kórházba szállították, ahol több órás műtét ellenére sem tudták megmenteni az életét. Brandon Lee mindössze 28 éves volt. A tragédia mélyen megrázta a filmipart és a közvéleményt, és újabb figyelmet irányított a forgatások biztonságára és a kellék fegyverek kezelésére vonatkozó szabályok szigorítására. Michael Massey, aki a Holló forgatásán a balesetet okozó jelenetben Brandon Lee-re lőtt, mélyen megrázta az incidens. Az eset után komoly lelki traumát élt át, és hosszú időre visszavonult a színészettől. Később interjúkban nyíltan beszélt a történtekről, elmondva, hogy rendkívül nehéz volt számára feldolgozni a balesetet. Elmondása szerint egyáltalán nem tudta, hogy a fegyverben éles lőszer van, és az egész esemény mélyen megviselte. Az eset után több mint egy évig nem vállalt színészi munkát, és igyekezett a lehető legjobban eltávolodni a nyilvánosságtól, hogy feldolgozza a tragédiát. A színész végül visszatért a film és televíziós iparba, és sikeres karriert futott be, számos emlékezetes szerepet eljátszva. Michael Massey 2016. október 20-án 64 éves korában hunyt el. Bár a baleset örökké beárnyékolta az életét és karrierjét, kollégái és barátai mindig is mélyen együttérző és professzionális színészként emlékeztek rá. Brandon Lee tragikus halála után Michael Massey igyekezett a lehető legnagyobb tisztelettel és komolysággal kezelni a helyzetet, és a baleset következményei végigkísérték élete hátralévő részében. Lee életének és karrierjének rövidsége ellenére emlékezetes és maradandó nyomot hagyott maga után. Színészi tehetsége, harcművészeti tudása és személyes varázsa révén sokak szívébe belopta magát. Bár élete tragikusan rövid volt, öröksége tovább él a filmrajongók és harcművészetek kedvelői körében. A Holló című filmje kultikus státuszra tett szert, és Brandon Lee neve örökre összefonódott a szerepével. A színész élete és munkássága egyaránt figyelmeztet arra, hogy az élet kiszámíthatatlan és törékeny. Munkásságával és életének példájával inspirációt nyújt mindazoknak, akik szenvedéllyel és elkötelezettséggel törekednek álmaik megvalósítására. Emléke örökké élni fog, mint egy tehetséges és karizmatikus színész, aki túl korán távozott közülünk.